Megváltoztathatónak tartja az elfogadott földtörvényt a Fidesz frakcióból kilépett Ángyán József. Az agrárszakember mai sajtótájékoztatóján távozásának körülményeiről beszélt, ahol kijelentette, hogy a jogszabály jelenlegi formájában vállalhatatlan. Ángyán szerint ő korábban minden információt megadott a frakciónak és a kormánynak a visszásságokról, érdemi reakció nélkül. Egy egészen rövid kis áttekintést, hogy jutottam idáig. Hosszasan indokolta a Fidesz frakcióból való kilépését Ángyán József. Elmondta, Orbán Viktorral korábban abban állapodtak meg, hogy néppárti vidék stratégiát alakítanak ki, amelyben a helyi közösségek lesznek a fontosak. Később, látva a földbérlet szerződések körüli helyzetet, csalódott. Ezért döntött először a kormányból való távozás mellett. Azt reméltem, hogy ha belülről elmagyarázom, hogy mi zajlik körülöttünk, akkor fordítható ez a szekér. Ez volt a legfőbb szándékom. A végső csepp a pohárban a földtörvény javaslata volt, amellyel kapcsolatban a szakember számos hibát sorolt fel, többek között azt, hogy bizonyos érdekkörök gyakorlatilag korlátlan méretű földet szerezhetnek meg. Jó lelkiismerettel ez vállalhatatlan. És miután sikertelen voltam azzal, hogy erre rádöbbentsem az én néppárti kormányomat és frakcióit, ezért úgy tartom tisztességesnek, hogy nem vállalok közösséget többet ezzel a társasággal. Személyi döntésekre a mai ülésnapunkon nem kerül sor. Újságírói kérdésre válaszolva az agrárszakember kijelentette, bízik benne, hogy a megszavazott földtörvényt meg lehet változtatni. Én jó esélyt látok arra, hogy így vagy úgy, most így mondom, a fiúkkal vagy nélkülük, de meg kell változtatni ezt a földtörvényt, ha túl akarjuk élni. Ángyán József elmondta, földügyben lenne igazi helye az Orbán Viktor által meghirdetett szabadságharcnak.